estét kívánok, szeretetek köszöntök mindenkint. Gronci László vagyok, három gyermekes édesapa, Nyíregyháza Huszá telep, legnagyobb szegélyátulámban élek a családommal. Annak idején, amikor mi oda költöztünk, Nyíregyházán megalakult egy Sólyamiklós Görög Katolikus Szegélyát iskola, és azt tudni kell, hogy akkoriban a vezetés és a hatalom azt mondta, hogy a belvárosban a cigányi nem mertek tanulni. Nekünk Amanda a nevelt lányom, körülbelül két év után próbáltuk onnan kivenni szülőként, úgy, hogy a feleségem nem ramaszámozású, egy év küzdködés után feladtuk, és szóltunk a CFCF alapítványnak, hogy segítsenek a gyereket átadni belváros iskolába. Hát ügyvédi segítséggel is kellett egy év. Ekkor határoztam el azt, hogy minél több helybéli a gyereket megpróbálok, akár körzeti, vagy akár a szabadiskola választások hivatkozva, áthelyezni Nyíregyháza be, belváros különböző integrált oktatási intézménybe. Eleinte nagyon sokat kellett küzdködnöm, nagyon sok tanításon, oktatáson vettem részt, többek között a tasz és olyan kollégákkal dolgoztam, mint kis Tibor barátom, kollégám, tanárom, aki ugye ezt az egészet úgymond belém tört, illetve hogy kell is ezt csinálni. És ennek köszönhetően ma már most ott tartok, hogy 150 et helyeztem át egyedül Iketyházán. Most már nem kell küzdködnöm, csak elég egy telefon, vagy éppen egy-egy elektronikus levél e-mail formában. De hogy a képzéseknek köszönhetően, mint ahogy mondtam, számtalan képzés van a hátam mögött, azért 14 éve vagyok a pályán. Első öh, elsajátítottam a gyermekkiemelést, köszönöm a Tasznak Bokosolonának. Elsajátítottam olyan diszkriminációs ügyeket, amit szerintem én Magyarországon öh, roma számozású ember, de még lehet, hogy éppen nem roma számozású ember sem ért el. Többek közt EU-s pénzek, roma, roma telepek integrációra szánt EU-s pénzek feltárását tárom fel amellett oktatási intézményekkel tárgyalok, tanköletek, kormányhivatalok, minisztériumok, most már partnerként kezelnek, ezelőtt ellenségként. Azt, hogy én el tudtam erre a célra jutni, annak volt egy olyan előzménye is, hogy minden egyes gyermeket úgy néztem, mint a saját gyermekemet. Minden egyes siker úgy éreztem, hogy a saját gyermekem sikere minden egyes gyermek kiemelésnél úgy gondoltam, és úgy érzem, hogy a gyerekek érdekében, mint a saját gyermekemért küzdködnék. Ezért is csinálom 14 éve ezt a, ezeket a diszkriminációs ügyeket. Sikerült ma, amit még Magyarországon senki nem ért el, még a CFCF alapítvány se, bár nekik én kollégájuk voltam, önkéntes kollégájuk, három iskolát per nélkül bezáratni, egyet pedig per nélkül felmenő rendszerbe megszüntetni. Ezt még senki nem érte el, idéztem Daróczi Gábor volt főnökömet, barátomat. Ennek ellenére én úgy gondolom, hogy van annyi diszkrimináció ma sajnos Magyarországon, hogy ezt jogosulni kell, főleg romákat ért diszkrimináció. És itt beleértjük az egészségügyet, oktatást, lakhatást, Szociális ellátást, gyermekkiemelés részeket, illetve lakhatás szempontjából nemcsak a kilakoltatás, hanem ugye egyik szigánytelepül a másikra. Én úgy gondolom, hogy az az eredmény, amit én 14 év alatt elértem, az egyik legnagyobb sikerem, az egy újévi ajándék volt, és sajnos már nincs köztünk Jenő, aki ő volt az első egyébként, aki gratulált, hogy az Európai Unió, és az Európai Bizottság a panaszoknak tett hatására két éves vizsgálódás után meghozta a döntést, mi szerint a Nyíregyházi Megye Jogú Város, illetve az Innovációs Technológia Minisztérium és a Pénzügyi Minisztériumot kötelezte 2 ,530 ,000 millió forint visszafizetésére. Nem támogatandónak vette, hiszen nem az integráció segítette ez a pályázati pénzösszeg, hanem pont a szegregáció folyamatot erősítette, úgy a lakhatásban, mint az oktatásban. Köszönöm mindazoknak az embereknek a segítségét, akik a képzésben tényleg kiemelkedően sikerült kiképezni. Köszönöm mindazokkal, akikkel, mindazok a sajtósokkal, akikkel együtt dolgozhatok és dolgozok. Fontos, hogy a jövőben mi az, amit szeretnék csinálni, ugyanezt, Fontos egy hálózat kiépítése, ami perpén a tárgyalások alatt vannak. Nagyon szeretnék egy országos jogvédőhálózatot kihozni, összehozni, több szervezete alul a jövő kezdeményezéssel, ez már megvannak a megfelelő partnerek. Fontos olyan támogatókat keresni, akik úgy gondolják, hogy ezeket az ügyeket bizony, ha nincs, az Európa Római Jogok vagy éppen a TASZ, aki be tudja vállalni ingyen az ügyek végigvitelét, bíróságokon, különböző hivatalokon képviselni, hogy ezeket az embereket mi tudjuk fizetni, tudjuk utazgatni és feltárni minden egyes olyan ügyet, ami a diszkriminációval összehozható. Foglalkozok többek közt menekült dolgokkal, menekült ügyben, én is ugyanúgy február azt hiszem 14-től, mi ezt az első menekült áldott záhonyba, és mai napig is jelen vagyok. Ellenőrizzük a menekülteket, többen eljárást kezdeményeztünk az áhonyi önkormányzattal szembe, hiszen sajnos azt tapasztaljuk, hogy az önkormányzat mm, megkülönbözteti a fehérbőrű, illetve a fekete menekülteket, a fehérbőrű valóban háborús menekült, a barna bőrű, a roma származású ember, az pedig gazdasági menekült. Ezért nem is kap meg semmilyen ellátást. Langernét kértem meg, hogy járjon el annak idején is le is jött. Egy telefonomba került, másnap már ott volt. Úgyhogy <laughs> nagyjából az én pályafutásom elég hosszú lenne 14 évet beszámolni. Én úgy gondolom, hogy sokat dolgoztunk Fruzsival is együtt, tehát minden egyes olyan kapcsolatot kihasználok, ami a munkámat segíti elő, és azt tudom is továbbadni. Köszönöm szépen, hogy itt lettem.